A mai nap történt valami, amiről nem mondhatok semmit. Na hát tulajdonképpen ez lesz a legszarabb felkonf, amit valaha felvettem. Valamit azért biztosan mondhatok, szóval valami titkos dolog történt az előbb, amiről előbb-utóbb majd beszélhetek nektek. Most azonban csak annyit mondhatok, hogy ne annyit sem mondhatok, hogy történt egy titkos dolog. Hát ez bármi lehet, történt egy titkos dolog. És mint általában ezek a titkos dolgok, ennek is komoly jelentősége és hatása van az ember életére, és hát nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy valamiféle hatása lesz a vlogra is. Azt nem mondom, hogy tök más lesz a vlog, mint eddig, de nem lesz változás. Felejtsétek el, szégyellem is magam az elmúlt 2-3 percért. Lépjünk ezen túl, és menjünk egy kevéssé titkos helyre, viszont egy olyan helyre, ahol valami nagyon-nagyon izgalmas dolog történik, amit meg is mutathatok nektek már most, és nem csak hónapokkal később. Ugyanis most el fogunk látogatni a BKV-hoz, ahol megnézünk egy buszt. De nem is egy busz, hanem igazából kettőt, ami tulajdonképpen három, de mégiscsak egy. Ez az Ikaruszi százlábú. A lényeg az, hogy készült egy nagyon-nagyon izgalmas, nagyon-nagyon különleges és bizonyos értelemben teljesen értelmetlen, ám ugyanakkor nagyon-nagyon szórakoztató jármű itt Magyarországon, tisztelettel emlékezve egy elődjének, amiből szintén csak egy darab készült, és ismerjük meg ott ezt a történelmet. Na mindegy, szóval a mai adás az erről fog szólni, és nem arról a rettenetes felvezetőről, amiért ezúttal is elnézést kérek. Bár most láttam, hogy itt vagyunk az Aporvémos téren, és hogyha róla mesélek egy kicsit, akkor talán nem indul annyira hitványul az adás. Ő Győr püspöke volt, viszont szobrot azért kapott itt is, meg az ország több pontján, mert a II. Világháború alatt hihetetlen hősies cselekedeteket hajtott végre. Például a német megszállás és a nyilas hatalom átvétel alatt felekezetre való tekintet nélkül kiállt minden magyar üldözött mellett, ami hát akkoriban nem volt egy életbiztosítás, és ezért a katolikus egyházban viszonylag ritkán fordult elő, hogy valaki ilyen markásan kiáll például a zsidók mellett. Aztán amikor jött az orosz megszállás, akkor pedig embereket bújtatott, több száz embert próbált elbújtatni a támadó seregek elől, és amikor megérkeztek az orosz katonák az óvóhelyhez, és követelték tőle, hogy adja át az asszonyokat nekik, nyilvánvaló célzattal, szóval nem krumpit pucolni akarta vinni ezeket az asszonyokat az orosz hadsereg, vagyis az a néhány katona, akkor Aporvémos ezt megtagadta tőlük, és amikor megpróbáltak behatolni az épületbe, akkor ő fogta a fegyvereseket, nagy darab erőteljes ember volt, és kitolta őket, kilökte őket az épületből, a gépfegyverüknél fogva, hogy már pedig ő nem enged egyetlen nőt sem elvinni, és ezek után a katonák gépfegyverrel sorozatot engedtek Aporvémosba, amiből három golyó is eltalálta, és néhány nappal később bele is halt a sérüléseibe, de a hősies kiállása az nem volt hiába való, mert az ott bújtatott asszonyok közül az orosz katonák végül egyet sem vittek el, hanem elmenekültek. És ezért is érdemes Aporvémos nevét megjegyezni, mert van néhány igazán hősies karakter a magyar történelemben, és tartozunk nekik annyival, hogy ismerjük a nevüket. Én mondjuk azért ismerem a nevüket, mert a győri Aporvémos katolikus iskolába jártam, és hát ott azért alaposan elmesélték nekünk az élettörténetét, de az a helyzet, hogy van is mit mesélni. Na és most menjünk tovább, és nézzük meg azt a buszt. És itt is van, jól látom? Oké, szóval kettő ilyenből lett egy ilyen. És nézzétek, szóval, hogy az a jó benne, hogy pont olyan, mint amilyen régen volt, csak nincsen darabokban, meg nincsen elhasználva, hanem minden baromira újszerű. És hát ez nyilván őrületesen nagy munka volt összerakni egy, hát ilyen mennyi is? Most már 34 éves, vagyis két darab 34 éves buszból ezt az óriás, de sikerült. És ha megnézitek, akkor a dimenziói azok teljes egészében megdöbbentőek, szóval, hogy olyan messze van a vége, hogy buszon ilyet még nem nagyon láttunk. És működik, szóval, hogy menni is fogunk vele, csak előtte még elmesélem, hogy ez a busz ez tulajdonképpen hogyan is áll össze, meg mi is ez tulajdonképpen, ami most átcsorgunk. Szóval ez egy replika, aminek az eredetije még 1988-ban készült, kettő darab 280-as csuklós Ikaruszból, mégpedig úgy, hogy meghagyták a hátulját, meghagyták a csuklós részt, és az elejének is a nagy részét meghagyták, csak tulajdonképpen levágták róla az orrát, és hát valahol itt a második ajtó környékén elvágták, és ideépítettek be egy újabb csuklót, és az újabb csukló elé pedig beépítették a másik 280-asnak ezt az első részét. Szóval így állt össze végül a
293-as. És azért építették az eredeti 293-ast, hogy kiszolgálják azokat az igényeket, amik egyre inkább jelentkeztek, ugye egyre több ember akart tömegközlekedéssel utazni, és hogy egyszerűen egy ilyen buszon sokkal több a hely, és hogy megértsük, hogy milyen sok hely van ezen, szóval egy körülbelül ilyen 24 méteres járműről beszélünk, amin összesen 229-en tudnak utazni, és ez tulajdonképpen már ilyen repülőgép méret, szóval nem buszokon, hanem Airbusokon szoktak. Bocsánat, szóval, hogy Airbusokon szoktak 229-en utazni, és hát meg ezen. És egészen megdöbbentően nagy, nem? Szóval az ember azt gondolja, hogy tudja, hogy mekkora és na már most véget ér, azzal együtt is, hogy nagyon nagy, most már véget kéne érni, és akkor mindig kiderül, hogy az még csak a busznak a fele. Jaj, de szép minden. És itt vannak az eredeti ülések is. Mondjuk, ezek feketék voltak? Nem tudom, én győri vagyok, szóval Győrben alapvetően barna ülések voltak és sárga buszok, úgyhogy nyilvánvalóan fekete ülések voltak Pesten. És az a helyzet, hogy elkészítették ezt a 18 tonnás buszt, és elkezdték próbálgatni, de végül csak egyetlen darab épült belőle, mert hogy a sofőrök visszajelzései alapján kiderült, hogy nem különösebben életképes ez a koncepció. Szóval egyrészt egy ráva motor volt beleszerelve, amilyen 220-30 lóerős volt, és egyszerűen gyenge volt egy ekkora testnek a mozgatásához, meg össze-vissza csuklott, nyeklett, nyaklott, szóval hogy valahogy nem igazán tudott részt venni a budapesti tömegközlekedésben, úgyhogy hát ahelyett, hogy elkezdték volna aktívan használni, inkább a kiállítások sztárja lett, és amerre vitték, mindenki megcsodálta, de használatban nem került egészen addig, ameddig be nem jelentkezett rá Irán. Igen, 1992-ben megvásárolta egy teheráni cég, ami azonban jelezte, hogy nekik is nagyon gyenge a motor, úgyhogy azt kicserélték egy MAN motorra, és emiatt egy kicsit át is kellett szerkeszteni a buszt, mert az új motor az nagyobb volt, mint a régi, át kellett helyezni a második ajtót egy kicsit arrébb, de ami az érdekessége a történetnek, hogy a megvásárlás után ez a busz a saját lábán ment el Teheránig, szóval, hogy képes volt egy ilyen hatalmas távolságot megtenni, és utána ott aztán hosszú-hosszú éveken keresztül használatban volt, ugye 1992-ről beszélünk, és 2008-ban vonták csak ki a forgalomból, ami azt jelenti, hogy hát 16 éven keresztül üzemképes maradt, és hát utána visszavonultatták, és mindenki meg volt győződve arról, hogy az egyetlen eredeti és létező 293-as megsemmisült, de nem, szóval, hogy elrakták valami garázsba, és a mai napig megvan nekik, és a mai napig annyira büszkék rá, hogy amikor a BKV bejelentkezett arra, hogy ezt visszavásárolnak, akkor mondták, hogy ez nekünk kell. És hát ezért álltak neki a 293-asnak, mert a hagyományos csuklós 280-asok azok már nagyon-nagyon fogynak, hiszen már nem sok van belőlük használatban, és ahelyett, hogy kukázták volna őket, úgy döntöttek, hogy visszaépítik a történelemnek ezt a darabkáját, és lesz egy 293-asuk, ami nyilván nem a forgalomban fog részt venni, de legalább kiállításokra el lehet vele járkálni. És egyébként ebben is erősebb motor van, mint az eredetiben volt, szóval, hogy tanultak a korábbi tapasztalatokból, meg a csukló is erőteljesebb annál, mint ami az eredeti modellben volt, hogy jobban bírja a gyűrődést, meg kényelmesebben lehessen vele közlekedni, de létezik. Egyébként az, hogy hogyan került Iránba egy 293-as, hát úgy, hogy az Icarus buszok azért gyakori vendégek voltak szerte szét a világban, szóval ez a 280-as, ez annyira sikeres volt, hogy több mint 60 ezeret gyártottak belőle, és nyilvánvalóan előfordult például Magyarországon, a Szovjetunióban, Lengyelországban, Csehországban, ez a kevés érdekes rész, de ezek a buszok eljutottak Tunéziába, Iránba, Venezuelába, meg még Tanzániába is. És nem úgy eljutottak, hogy az egyik eljutott odáig, hanem hogy rendesen használták őket. És ez a másik oldalról nézve is izgalmas már, mint így sofőr oldalról erre ránézni? Igazából szerintem elrettentő. Tényleg? Persze. Hát azért ez nem mindennapi méret. De ez azt jelenti, hogy akkora kihívás vezetni, hogy abból a szempontból elrettentő, vagy mint a városi forgalomban megjelenő mosum? Városi forgalomban. Itt a telephelyen nincsen vele gond, de a városi forgalomban ezzel nem szabad megjelenni. Hát erre hamar rá is jöttek, ugye, tehát ez rövid ideig üzemel. De akkor a vezetése, mármint hogy az irányítása, az pont olyan, mint egy hagyományos 280-as, nem? Nem, sokkal nehezebb. Na,
Hát ugye van egy plusz csukló rész, tehát egy pótkocsi rész, és kanyarodáskor például az teljes mértékben nem látszik a tükörből. Tehát a vakon kanyarodott. Ja, tehát ki kell találni, hogy hova megy a hátulja? Pontosan. Jó, gyakorlatilag a ja, látom, igen, a teljes mértékben lemarad. Tehát, hogy mi van ott egy hátul? Egy jobbra kanyarodásnál, tehát ez egy normál forgalomban az utcán egy jobbra kanyarodásnál teljesen vakon kanyarodnék be, ugye jobbra. Nem látom, hogy gyalogost mire megyek rá. Aha, ami ott hátul történik, az legyen meglepetés az tulajdonképpen, mert hogy odáig lehet látni a buszt a tükörben, és onnan még van egy teljes egység. Jó, és örömfaktor van abban, hogy amikor az ember a telephelyen egy ekkora morsomot, egy ilyen kígyót vezet, vagy... Hogy a viharban, tényleg? Persze. És mi benne az örömfaktor? Hát, hogy az a különlegesség, hogy egy ilyen járművet vezetett az ember, ami nincs mindennapos forgalomban, nincs kint a városban, nem lehet minden nap találkozni egy ilyennel. Olyan rossz itt hátul, mint gondoltam, szóval, hogy azt hittem, hogy sokkal durvábbak a hullámok, vagy a hullámoknak az amplitúdója, de teljesen buszszerű az élmény innen nézve is, kivéve akkor, amikor kanyarodunk. Szóval, hogy én még teljesen irányban vagyok, és ez a része a busznak még tök egyenesen megy, amikor az eleje már egyszer csak megjelenik az ablakon kívül, és meg lehet tekinteni a 280-as sorot, látjátok? És mi most kezdünk el kanyarodni. Szóval, hogy azért ez egy kicsit szürreális élmény. De tök jó! És ráadásul így, hogy ennyire messze vagyunk a motortól, így a hátsó rész az baromi csöndes. Jó, hát itt előre menni, hogy vegyünk a sofőrtől egy jegyet, az minden esetre kihívás. Úristen! Még egyszer, nagyon köszönöm. Nagyon szívesen. Minden jót. Viszlát. Hát, gyerekek, ez óriási élmény volt, és a buszvezető Steger Béla nagyon izgalmas dolgokat mesélt erről a buszról, és az a helyzet, hogy eddig is tudtam, hogy buszvezetőnek lenni azért az egy komoly, nehéz munka, szóval annyi mindenre kell figyelni, de most, hogy ott ültem, meg ott álltam mellette, és beszélgettünk, szóval például ez a busz, amikor elkezd fékezni, akkor nagyon durván be tud fékezni, és hát akkor mindenki borul a buszon, ami nyilvánvalóan nem opció, viszont a baleseteket meg el kell kerülni, tehát tényleg egy buszvezetőnek 37 dologra kell egyszerre figyelnie, hogy ne akkor fékezzen, amikor már baj van, hanem hogy valamilyen módon előre érezze a bajt és elkerülje azt, szóval, hogy királyarcok. És nagyon köszönöm, hogy én most itt lehettem és kipróbálhattam ezt a buszt, ha csak utasként is, de minden esetre ez egy nagy élmény volt. És most egy kis szponzorblokk. Na és hát a szponzorblokk az egy parkolás lesz méghozzá ezzel az autóval, méghozzá West Enden. Ugyanis a bevásárló központnak van egy újítása, méghozzá egy olyan, amihez hasonlót még senki sem lépett meg Magyarországon. Ugye apja más bevásárló központnak is van, viszont olyan apja nincsen, amivel parkolni is lehet. És ez az újítás, hogy nem kell egy külső alkalmazást letöltened ahhoz, hogy mondjuk parkolni tudjál West Enden, és pláne nem kell papírokkal vacakolni, amikor mondjuk ki akarod fizetni a parkolásodat, hanem regisztrálsz az alkalmazásban, és egyszerűen csak behajtasz. Aztán amikor meg el akarsz menni, akkor meg kihajtasz, sehol nem kell sorban állni, semmit sem kell megnyomni, hanem minden megtörténik automatikusan az app segítségével. És ilyenkor szokott az történni, hogy maga a regisztráció az pokoli kín, amit nem lehet elviselni, de itt konkrétan 2 percig tartott. Igen, tulajdonképpen annyi a dolgod, hogy felviszed az autód vagy az autóid adatait, ami tulajdonképpen az autó neve és a rendszámtábla, mert hogy több autóval is használható egyetlen alkalmazás, majd felviszed a bankkártya adatokat konkrétan a Simple rendszerébe, mert hogy azon keresztül megy a fizetés, és már kész is van. És innentől kezdve elvileg, hogyha megérkezünk a West Endbe, ami rövidesen megtörténik, egyszerűen felnyílik a sorompó akkor, amikor odaérkezünk, és ugyanilyen könnyedén felnyílik akkor, amikor távozni akarunk, és egyáltalán nem kell a fizetéssel külön foglalkoznunk, ráadásul most még akció is van, de előbb nézzük meg, hogy működik-e tényleg a cucc. Jó, hát azért van bennem egy kis izgalom, szóval, hogy én is először csinálok ilyet, egy
20-30 perccel ezelőtt regisztráltam az abba, és ez lesz az első próbája annak, hogy működik-e vagy... És működik! Látjátok? Ennyi volt! Hát tulajdonképpen azonnal felnyit, és a sorompó rajta is volt az akciónak a lényege, amit majd mindjárt elmondok, csak álljunk le valahova. És nézzétek, kaptam egy értesítést az órámra, hogy a parkolás elindult 12:18-kor, ami tulajdonképpen igaz, és az alkalmazás is üzen nekem a telefonon. És ami további előny, legalábbis az én szempontomból óriási előny, hogy nincsen papírka, aminek egyrészt vannak ilyen környezettudatos vonzatai, másrészt meg, és erről már beszéltem nektek szerintem talán Kanadában, amikor megérkeztünk oda Robival, hogy én rendszeresen elveszítem ezeket a papírokat, de konkrétan onnantól, hogy az automata kiadja, odáig, hogy megérkezem a parkolóhelyre, elveszítem, és soha nincsen meg, szóval, hogy ha Dórával utazom, ha Robival utazom, akkor mindig ők felelősek a parkoló céduláért, és amint átveszem, adom is tovább, mert hogy különben sose lenne meg. Na most ilyen probléma innentől kezdve nincsen, hiszen az ember megérkezik, hátrahagyja hanyag módon az autóját, és shoppingol, vagy mozizik, vagy kajál, vagy csinál dolgokat, amiket bevásárló központban szokott csinálni. Ráadásul most még egy akció is van, szóval a környéken eleve alacsonynak számító óradíj az fél áron számol, hogyha valaki az alkalmazással jön parkolni. Június 31-ig, ami azt jelenti, hogy 380 forintnak mennyi a fele. Csajok kiadták, hogy vigyek nekik sushit. Dóra és Anna. És a másik nagy előny, hogyha befejeztük a dolgot, amit akartunk itt csinálni, akkor meg nem kell ideállni a fizetőhelyre, és aprót keresni, vagy a bankkártyánkkal szórakozni, vagy előkeresni azt a papírt, amit ugye, mint mondottam már, úgyis elvesztettünk, hanem egyszerűen csak fogjuk magunkat, és nemes egyszerűséggel kilép bennünk a bevásárlóközpontból, és intézzük tovább ügyes-bajos dolgainkat. Azért ezt még kipróbáljuk kifelé is, mert hogy oké, hogy bejutottunk, de igazából akkor működik a rendszer, ha ki is jutunk belőle. És igen, teljes a siker! Egyszerűen csak kijöttem, és az órára már meg is jött az értesítés, meg a telefonra is megjött az értesítés, hogy hát én most fizettem a parkolásért. Én most parkoltam! Na hát figyeljetek, ez a mai adás ez ennyi, és nyilván a videó alatt elhelyeztem ipari mennyiségű linket, szóval ott van például a West End appnak a linkje, amin keresztül elérhetővé válik ez a kényelmes és féláru parkolás, de elhelyeztem ott az Icarus 293-asnak is a linkjét, mert szerintem nagyon-nagyon szórakoztató, hogy létrehoztunk egy ilyet újra, és ott van Apor Vilmosnak is a linkje, mert hát róla meg mindenféleképpen érdemes tájékozódni, és minél többet megtudni róla. Úgyhogy kösz, hogy velem voltatok, vigyázzatok magatokra, sziasztok!